A mai adásban egy piros lámpa és egy ablakmosás mindenétől megfosztja ezt a hölgyet. Több száz font előleget veszünk fel nem létező telefonokra. Legszívesebben összetörném az egész boltot. És pénztárcákat lopunk el biztonsági őrnek öltözve. Önök a Svindlerek című műsort látják. Alex a titkos trükköző. Jess a szexis szélhámos. Paul a megtévesztő művész. Svindlerek, 12. rész. Megmutatjuk, mi rejlik a legnépszerűbb átverések mögött, amelyeket a szélhámosok ma is előszeretettel gyakorolnak. Csalóink: Alex a titkos trükköző, Jess a szexis szélhámos és Paul a megtévesztő művész beutazzák az országot és rejtett kameráink előtt bemutatják, hogyan működnek a különféle trükkök. A műsor szereplőit valóban becsapták. Miután visszakapták a pénzüket, beleegyeztek, hogy a felvételeket bemutassuk, így önök nem fognak bedőlni ugyanezeknek a trükköknek. A következő átverés egész Európában elterjedt, és a biztonsági hiányosságokat használja ki. Csaló csapatunk portjára indul egy gondosan kiválasztott helyre. Elhelyezkednek egy lámpás útkereszteződésben. Paul úgy áll meg, hogy gyorsan el tudjanak menekülni. Jess rámenős adománygyűjtőt alakít. Adomány ellenében lemossa a szélvédőket. Alex ennél is tovább megy, kifosztja az ügyfeleket a csomagtartó trükkel. Kis csapat tudja, milyen ütemben vált a lámpa, és úgy gondolják, a piros elég időt ad nekik az akcióra. Jess a járda szigeten vár a balekra. Alex oldalról figyel. Paul járatja a motort. Szemben parkol, míg a leendő áldozatok az úton lefelé jönnek. Ez növeli a gyors menekülés esélyét. Az átverés azon alapul, hogy sikerül-e megfelelően elterelni a balek figyelmét. Erről Jessnek kell gondoskodnia. Vidáman elcseveg majd az áldozattal, így Alex észrevétlenül dolgozhat. Jön egy kocsi, és megáll a piros lámpánál. Jess azonnal akcióba lép. Jó napot! A helyi templomnak gyűjtök jótékonysági adományokat. Cserébe lemosom a szélvédőjét. Nem tart sokáig. Minden adományt szívesen fogadunk. Adjon, amennyit nélkülözni tud. Jess oda megy a sofőr ablakához. Ez a jel Alexnek, hogy indulhat. A balek nem látja, hogy Alex kihalássza az értékeit. Szélhámosunk szerencsés. Egy bőröndöt és egy táskát is talál. Már is kész vagyunk. A sofőr még mindig nem vette észre, hogy épp meglopják. Megvan a zsákmány, ideje eltűnni. A lámpa vált. Jess barátságosan búcsút int az áldozatnak, akit segített meglopni. A sofőrnek fogalma sincs, mi történt a lámpánál. Ez a rablásfajta sajnos nagyon elterjedt. Az áldozat után megyünk, de mielőtt visszaadnánk az ellopott holmiát, megkérdezzük, nem tűnt-e fel neki valami. Ellopták a táskámat, a kézitáskámat meg a bőröndömet is. Pedig nem is találkoztam senkivel, csak azzal az adománygyűjtő lánnyal, aki lepucolta a szélvédőt. Lehet, hogy volt egy cinkosa. Az autós átverések a regisztrált bűnügyeknek több mint 20%-át teszik ki Angliában,
Hogyan védekezhetnek az autósok az ilyesfajta lopások ellen? Vezetés közben is legyünk elővigyázatosak. Ne hagyjunk szem előtt semmi értékeset a kocsiban. Ha az ajtók nyitva vannak, akkor a csomagtartó is nyitva van. Ha megváltoztathatjuk a zárbeállítást, ügyeljünk rá, hogy a csomagtartó zárva legyen. Angliában 61 millió mobilt tartanak nyilván. Mindenki a legújabb típusokat keresi. Ez nagy lehetőség a szélhámosok számára. A látszat csalhat. Van valami furcsa ebben a bezárt üzletben. Legszívesebben összetörném az egész boltot. 250 fontot buktam. Nagyon úgy tűnik, hogy nem teltek semmit. 24 órával ezelőtt itt még egy mobiltelefonbolt kínálta a legfantasztikusabb akciókat. Csalóink most kezdik berendezni új mobilüzletüket. A hitelességhez elég egy jó pofa név és az, hogy beszerezzenek mintának egy-két mobiltelefont, valamint rengeteg üres dobozt. Ez a helyes kis bolt azonban 24 óra múlva már meg is szűnik. A rejtett kamerát beüzemeljük, hogy önök is mindent lássanak. A vevők persze semmit sem fognak sejteni, mert a kamerát detektív tükör mögött helyeztük el. Alex kinyitja a boltot. Ő és Paul az eladók, Jess a csali. Ő játssza el az elégedett vevőt a lehetséges áldozatok előtt. Alex és Paul még egyszer megbeszéli a tervet. Előleget kérünk, vagy ki is fizethetik a teljes összeget. Azt mondjuk, jöjjenek vissza a telefonért, csak hogy mire visszajönnek, már eltűnünk. Ön adna előleget esetleg kifizetni a teljes összeget egy olyan boltban, ahol vissza kell menni az áruért? A csalétek az óriási árengedmény. Nézzük meg, hogyan csalják csapdába csalóink az áldozatokat színjátékkal és hazugsággal. Megérkezik az első vevő. A két öltönyös férfi és a mutatós bolt megteszi a hatását. Jó napot, miben segíthetek? Feltöltőkártyás telefont szeretnék. A kollégám már is mutatja. Jó napot, hogy szólíthatom? Michael. Én Paul vagyok. Az eladók szövege is hihető. A legjobb mobiltelefonokat áruljuk a lehető legjobb áron. Most lép be a képbe Jess, az elégedett vevő, aki jött a telefonjáért. Az E630-as az. Ha az áldozat gyanakodott is, ez a kis jelenet meggyőzi arról, hogy a vevők itt megkapják az árut. Ott van fönt. Igen, látom. Viszlát! Ez itt 59 font 99 penny. Amikor kifizeti az előleget, nem is sejti, hogy másnap reggelre a bolt az ő pénzével együtt eltűnik. Holnap szüksége lehet rá, ha én nem lennék itt. Szóval holnap 10 előtt? Holnap 10 után. Rendben. Köszönöm a vásárlást. Viszontlátásra. Viszlát. Kerestünk 50 fontot. Mit is adtunk el neki? Épp ez az, hogy semmit. De eladtunk egy kis darab papírt egy nagyobbért. Újabb áldozat, újabb bezsebelt előleg. Ha ezzel visszajön holnap reggel, itt lesz a telefonja. Klassz. Most nézzük meg, milyen ügyesen győzi meg Paul az egyik vevőt, hogy a teljes összeget hagyja ott. Jó napot! Jó napot! Ha most kifizeti a teljes összeget, 10% kedvezményt adunk. Jól van, rendben. Igen? Akkor levonok egyszer 50 fontot, az 250. A 10% kedvezmény el is döntötte a kérdést. Még rosszabb, hogy az áldozat bankkártyával fizet. A profi szélhámosok kihasználják a lehetőséget és ellopják a kártya adatait, valamint a PIN kódot. Holnap bármikor? 10 után bármikor. Őrizze meg a számlát, hát ha nem leszek itt. Rendben. Viszlát! Viszlát! Ideje bezárni a boltot és megszámolni a bevételt. Körülbelül 1300 font. Mivel az áldozatok csak holnap 10 után jönnek vissza, a csalóknak van idejük összepakolni és eltűnni. Az álfalat és a rejtett kamerát is leszerelik, hogy a bolt teljesen üres legyen.
Az átvágott vevők nem tudnak kihez fordulni, és semmi esélyük, hogy visszakapják a pénzt. Úgy történt, hogy tegnap bementem a boltba, vettem egy telefont, de nem volt raktáron. Kifizettem, és ma visszamentem érte, de addigra a boltot kiürítették, és eltűntek. Tehát ezek szerint engem átvertek. 250 fontot buktam. Vissza akarom kapni a pénzemet. Ez a legfontosabb. Van egy régi mondás, ha egy csaló a pénzedet akarja, csak annyit kell tudnia, hogy te mit akarsz. Ne hagyják, hogy egy sosem hallott cég zsebre tegye a pénzüket anélkül, hogy az áru a kezükben lenne. Nem sokára egy rutin ellenőrzés során pénztárcák tűnnek el. Nem lett volna szabad engednem, hogy megmotozzanak. Csalóink Manchester egyik divatos utcájában járnak. Ez a klubokkal, bárokkal és kávézókkal teli Canal Street. Vajon rá lehet-e szedni a járókelőket egy régi átveréssel? Ez az Itt a piros, hol a piros egy változata, amelyet három kupakkal és egy borsószemmel játszanak. Ki akar szerencsét próbálni? Akar valaki játszani? Nagyon egyszerű, és a szerencsések pénzt nyerhetnek vele. Annyi az egész, hogy meg kell találni a borsószemet. Paul csábítja az embereket. Már ki is szemelt valakit. Jöjjön, ne csak áldogáljon. Csak annyit kell kitalálnia, hogy hol van a borsó. Középről indulunk, szóval most hol van? Igen, pontosan. Itt a borsó. Látta, hogy itt van? Látta. Elmozdítom a kupakokat. Egyszer és még egyszer. Most is tudja, hogy hol van, igaz? Nem itt, hanem itt. Egyszerű, ugye? És pénzt nyerhet vele. Meg akarja próbálni? Igen. Esetleg tesz rá egy kis pénzt? Alex Paul cinkosa az átverésben. Úgy tesz, mintha játszana. Így ráveszi a balekot, hogy fogadja. Adott egy tízest. Ha maga nyer, egy húszast kap vissza. Hol is a borsó? Itt van. Megpróbálom összezavarni magát. Most hol van? Középen? Nézzük. Maga nyert. 10 meg 10 az 20. Alex nyer, ezzel meggyőzi az áldozatokat, hogy ők is nyerhetnek. Valójában semmi esélyük. Látják? Így mozgatom körbe. Elő a tétekkel, hölgyeim és uraim. Szerintem nem kéne. Ne hallgasson a hölgyre, biztosan szerencséje lesz. Szóval egy tízes? Melyikre? A középsőre. A középsőre. Én 20-at teszek erre. Sajnálom, a nagyobb téteket kell elfogadnom. Középen van, hallgatnia kellett volna az úrra. Na még egyszer, most mit mond? Alex veszít, de ez is a terv része. A másik játékos így elhiszi, hogy ő az okosabb, és könnyen nyerhet. Szóval itt, mennyit tesz rá? 10. Legyen 20, akkor a másik úr nem előzi meg. Jó, legyen. Nem kellett volna hallgatnia rám. Újabb menet? Jess is cinkos. Még több pénzt présel ki a balekból azzal, hogy úgy tesz, mintha csalna a kedvéért. Jó, hol a borsó? Ott van. Azt mondja, itt. Most maga jön. Jess odahajol a lányhoz, és elsuttogja a tervét, hogy rúzzsal megjelöli azt a kupakot, ami alatt a borsó van. Ha a barátja arra mutat, nem veszíthet. Persze mi tudjuk, hogy nem nyerhet. A középső. Megnézhetem? Úgy láttam, csalt. Tessék, nézze meg! Jess apró jelet hagy a kupakon a rúzsával. Megnézhetem én is? Igen, itt van. Most lassan csinálom. Maguk is tudják, hogy hol a borsó, ugye? Itt. Mennyit tesz rá? Egy 20-ast. 20-at? Erre? Nem arra, erre. Szóval erre. Maga mennyit tesz? 20-at. Erre? Erre. Arra. 20-at? Sajnos nem itt van, hanem itt. Az áldozatok 40 fontot vesztettek. Maga jelölte meg? Nem. Paul pimaszul a balekot vádolja csalással. Így lezárhatja a játékot és zsebre teheti a pénzt, mielőtt az áldozatok észrevennék az átverést. Pénzben játszunk, nem lehet csalni. Nem csaltam. Nagyon sajnálom, be kell fejeznem. Ha nem játszanak tisztességesen, én sem játszhatok magukkal, bocsánat. Okay.
Ki akar szerencsét próbálni? Bárki játszhat, nagyon egyszerű. Paul újra csapdát állít, míg áldozatai a vereségen töprengenek. Valójában először nem is akartam pénzt feltenni az utolsó körben. De amikor a lány azt mondta, hogy ahol a rúzsfolt van, ott kell lennie a borsónak, akkor én is úgy éreztem, hogy nem lehet máshol. A lány miatt tettem fel több pénzt, mint amennyit akartam. Jess, Paul és Alex most egy másik párt ver át. Ha a Balekok helyesen választanak, akkor sem nyerhetnek. Egy profi csaló boszorkányos kézmozdulatokkal szabadít meg minket a pénzünktől. Sajnos a másikat kellett volna választania. Ez a játék így működik, sajnálom. Az Itt a piros, hol a piros több száz éves játék, de még ma is sokan beleesnek a csapdájába. A fogadók sosem nyerhetnek, itt minden a szélhámos kézügyességén múlik. Ez az Itt a piros, hol a piros egy változata. Itt sincs a borsó, itt sincs a borsó középen van. Ezek alatt nincsen semmi, mindig a borsót figyeljék. Ha akartam volna, ide is tehettem volna a borsót, ide is tehettem volna a borsót, de a borsó természetesen itt van, ezért vesztettek. Csalóink megmutatják, hogyan szerezhetünk fogadással potyaitalt a bár egyik gyanútlan vendégétől. Ez a trükk azon alapul, hogy az áldozat azt hiszi, a fogadásnak csak egyféle kimenetele lehet. Ez igaz is. Mindenképpen a csaló jár jól. Tehát most figyeljünk és tanuljunk. Fogadás trükk. Jess, Alex és Paul azért jött ide, hogy rászedjen valakit. Jess ki is szemelt két egyforma fiatalembert, és kipróbál rajtuk egy trükköt. Ti ikrek vagytok? Igen. Ide ülhetek, hogy megnézhesselek titeket? Na hát, ez nagyon érdekes. Egymás felé fordulnátok, mintha tükörben néznétek, igaz? Az ikrek könnyen utánozzák egymást, de vajon meg tudják-e csinálni ugyanazt, amit Jess mutat nekik? Fogadok, hogy nem tudjátok utánozni mindazt, amit csinálok. Dehogy nem. Mindent, amit csinálok? Minden. Nagyon jó, hogy egyforma a poharunk. Szóval itt vannak a poharak. És ide teszek egy-egy fontot is. Utánozzátok mindazt, amit csinálok. Ha nem sikerül, fizettek nekem és a barátaimnak egy italt. Jó, rendben. Ha sikerül, én hívlak meg titeket. Ez fair, nem? Igen, igen. Akkor kezdjük. Lenyeltétek, igaz? Igen. Mondtam, hogy nem tudtok utánozni. Én egy pohár bort kérek, a fiúk meg talán sört. Köszönöm. Jó kis trükk volt. A zsebtolvajok mindig új módszereket keresnek az áldozat megkörnyékezéséhez. Nincs, ami jobban beválna, mint a jó öreg egyenruha. Működik? Mehetünk. Alex és Paul éppen a rutin ellenőrzéses trükkre készül. Elmennek a manchesteri repülőmúzeumba. Nagyon jó terep. Sok itt a félreeső hely. Különben is természetes, hogy egy múzeumban biztonsági őrök dolgoznak. Később majd Jess is segít a fiúknak, de először Alex és Paul keres egy olyan pontot, amit az igazi őrök nem figyelnek. Amikor senki nem néz oda, fölveszik az áll egyenruhát egy kis segítséggel. Elnézést, hölgyem! Ide adná a sapkámat? Köszönöm. Tovább mehet. Akkor kezdjük. Tökéletesen felszerelt őreinknek most már csak várniuk kell, míg fel nem bukkan az első áldozat.
Elnézést, ide jönne egy pillanatra? Rutin ellenőrzés. Megnézhetném a táskáját? Az egyenruha miatt a hölgy megengedi Paulnak, hogy beletúrjon a táskájába. Van benne valami éles vagy hegyes? Van valami a hátsó zsebében? Semmi. Nincs? Míg Alex elvonja a Balek figyelmét, Paul kilopja a nő pénztárcáját. A biztonság kedvéért megengedi, hogy megnézze? Parancsoljon. Köszönjük a segítséget. Viszlát. Ez könnyen ment. Most játssza el a szerepét Jess. Elnézést. Belenézhetünk a táskájába. Teljesen normális, hogy egy másik táskát is ellenőriznek. Paul egyszerűen beledobja a pénztárcát, Jess pedig elsétál a bizonyítékkal. Nem sokára újabb áldozat esik bele a csapdába. Elnézést, uram, ide jönne egy pillanatra. Rutin ellenőrzés. Kinyújtaná a karját, kérem. Nincs önnél semmi éles vagy hegyes? Nincs. Itt sincs? Nincs. Volt tárca, nincs tárca. Leereszteti a karját. Köszönöm. Viszlát. Viszlát, köszönöm. Még meg is köszönte Paulnak a munkáját. Nem tűnt fel neki, hogy most lopták el a pénztárcáját. Belenéznék a táskájába. Jess megint visszajött a bizonyítékért. Érkezik a következő Balek. Alex beveti az elterelő technikát és kiüríti az áldozat zsebeit. Kérem, nyújtsa ki a karját. Köszönöm. Van valami a zsebében? Csak a telefonom és a tárcám. A telefonja? Hármas számú tárca. Alex elvonja a Balek figyelmét, miközben átadja a telefont a válla fölött. Köszönjük. A csalóink túl sokáig maradnak, gyanússá válhatnak. Ideje, hogy távozzanak, mi pedig mindent tisztázzunk az áldozatokkal. Tovább, kérem, tovább! Nincs benne a pénztárcám. Lehet, hogy az az őr vette ki a táskámból, aki ellenőrzött. Pedig tényleg biztonsági őrnek látszott. Túlságosan megbíztam bennük. Ha ott áll egy őr egyenruhában, sapkában, kitűzővel, persze, hogy engedem, hogy megmotozza. Hiszen hivatalos külseje volt. Túlságosan megbíztam bennük, és bolondot csináltam magamból. Hülyén érzem magam, mert nem volt semmiféle komoly azonosítójuk az egyenruhán kívül. Tényleg hülye vagyok, hogy ilyen könnyen hagytam átverni magam egy egyenruha miatt. Nem lett volna szabad engednem, hogy megmotozzanak. Ez az átverés egy belső szociális parancs miatt működik. Mindannyiunkba belerögződött, hogy egy hatósági személlyel bizonyos módon viselkedjünk. A legtöbb ember megteszi, amit kérnek, és ezt a helyzetet sok szélhámos kihasználja. A szélhámosok szeretnek mindent ingyen kapni. Megpróbálnak úgy lavírozni, hogy soha ne kelljen fizetniük semmiért. Anglia 26 ezer étterme több mint 500 ezer embert foglalkoztat. Őket kell átverni az ingyen ebédért. Alex és Paul kinéztek maguknak egy éttermet. Alex úgy tervezi, hogy ma a tulajköltségén lakik jól. Rejtett kameráinkkal meglestük pontosan, hogy is működik a számla kicserélős trükk. Tessék, hozhatok egy italt, amíg választ? Igen, egy üveg sárdonét kérek. Egy egész üveg sárdoné nem olcsó, de Alex emiatt nem aggódik, hiszen nem ő fizet. Előételnek kérnék egy görög mezét, utána egy marhasültet. Mennyire átsütve? Közepesen. Alex eddig egy 45 fontos számlát hozott össze, de ez nem veszi el az étvágyát. Paul eközben türelmesen vár a jelre, hogy ő is eljátszhassa a szerepét a játékban. A jelet meg is kapja, amikor már csak a desszert van hátra. Indulhat az étterembe.
Jó napot. Jó napot. Teázni szeretnék. Kérem, jöjjön velem. Alexbe még belefér egy kis desszert, de mi a helyzet Paul-lal? Ő beéri egy csésze teával. Ennél az átverésnél nagyon fontos a pontos időzítés. Először Paul-nak kell megkapnia a számlát. Utána következik Alex. Kérném a számlát. Igen. Parancsoljon. Köszönöm. Alex számláján 63 font a végösszeg. Nézzük, hogy távozik fizetés nélkül. Nem fogja menekülőre a dolgot. Kimegy a mosdóba, zsebében a számlával. Visszafelé megtörténik a csere. Alex könnyedén sétál tovább. A számlája most 65 penny egy csésze teáért. Csak arra kell ügyelnie, hogy ne annál a pincérnőnél fizessen, aki kiszolgálta. Nagyon köszönöm. Viszontlátásra. A pincérnő nem sejt semmit. Most Paul jelenete következik. Elnézést! Igen? 63 fontos számlát kaptam egy teáért. Ó, az teának elég drága. Utána nézek. Köszönöm. A pincérnő megállapítja, hogy a vendégnek igaza van. Paul esetében valóban így is van. Ez a fajta átverés azonban a pincérnek vagy pincérnőnek a munkájába is kerülhet. Köszönöm. Most Paul következik, neki jár egy pazar lakoma. De jól laktam. Én meg éhen halok. Hová szeretném menni? Melyik a legdrágább étterem? A számlacsere csak kis része ennek az átverésnek. Ennél fontosabb, hogy nyomást gyakorolunk a személyzetre. Éreztetjük velük, hogy az ő hibájuk, ami történt. Legtöbb esetben még bocsánatot is kérnek. Aki étteremben dolgozik, legyen elővigyázatos, és figyeljen rá, hogy csak azok fizessenek nála, akiket ő szolgált ki. Jusson eszébe, hogy a vendégnek sincs mindig igaza. Szélhámosok mindenütt vannak, tartsák nyitva a szemüket, és ne feledjék, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem az. Közreműködött Láng Balázs, Németh Borbála, Szokol Péter, Megyeri János. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Pannonia Sound System készítette.